Ez egy teljesen hétköznapi épületnek tűnik a lett fővárosban, Rigában. Csak hogy odabent 2500 négyzetméter laboratórium található, ahol 220 fizikus, kémikus, mérnök és más szakember dolgozik a szilárd test fizika területén, ítéve az intézményt a kiemelt európai kutatóközpontok egyikévé. Lássuk, miként lehetséges ez, és miért fontos ennek a pici balti államnak. Az 1978-ban alapított intézetet vezetői szerint nemrég sikerült a balti államok között az oktatás, a kutatás, az innováció és a technológia legfejlettebb központjává tenni. Ez a laboratórium egy olyan tiszta tér, ahol a tudósok például új, részben nátrium alapú akkumulátorokat fejleszthetnek ki. Teljes körű szintézist és meghatározást végzünk. Ezt követően ezen a helyen összeállítjuk az akkumulátorokat, és tanulmányozzuk, hogy ezek az anyagok miként viselkednek bennük. Ez azt jelenti, hogy természetesen próbáljuk növelni ezen anyagok energia és teljesítmény sűrűségét, hogy az akkumulátorok több energiát legyenek képesek tárolni és leadni, valamint hogy gyorsabban töltődjenek. A kutatók a jövő szerves leggyeit is szeretnék fejleszteni. A tudósok azt mondják, itt tesztelik azokat a lehetséges jelölteket, akik képesek legyártani a jövő világítás technológiai találmányait, melyek olyan egyszerűek, mint a tintasugaras nyomtató. A tintasugaras nyomtatással bármit felvihetünk a papírra. Ugyanígy, ha van egy kémiai úton feldolgozható szerves anyagunk, akkor ezzel a tintasugaras módszerrel OLED-eket hozhatunk létre. Olcsó, és bármilyen mesterséges világítást előállíthatunk vele. Új, de eltérő természetű anyagokat tanulmányoznak a spektroszkópiai laboratóriumban. A tudósok kifejlesztettek egy olyan kerámia keveréket, amely segít az emberi szemnek látni az egyébként láthatatlan lézereket. Ezt az orvoslásban vagy a sebészetben lehet használni. Ha a lézer erős és nem látjuk a sugárzást, jó eséllyel károsíthatjuk a bőrt vagy a szemeket. Ezért kell láthatóvá alakítanunk. Olyan anyagot fejlesztettünk ki, amely az infravörös sugárzást nagy hatékonysággal láthatóvá alakítja. Mindez egy olyan európai kutatási projektnek köszönhetően jöhetett létre, melynek célja az volt, hogy az intézet az akadémiai helyett az ipari célokat szolgálja ki. Szeretnénk minél inkább részeseivé válni az olyan globális kihívásoknak, mint a környezetvédelem vagy az egészségügy. Ehhez először több tudományágat kell összefogni, utána bevonni az ipart. Az intézet mindemellett új nanokompozitokat, elektronikus anyagokat, vékony filmeket és bevonó technológiákat kutat.